Visszatértünk Molnár Csilla dekoratőr kis tavaszi kertjéhez, amiket tulajdonképpen belülre a lakásba is tehetünk. Ebben föld van, és abba ültetgeted őket, vagy valamilyen kis, nem tudom, vizesszivacsba, vagy hogy csináltad meg? Igazából ki van bélelve nejlonnal, hogyha locsoljuk, akkor ne ázon át ez a kis faláda, és egyébként külön meghagytam cserébe a növényeket, mert más vízigénye van a hortenziának, más az irisznek, és más a gyöngyikének. De hogy nagyon ügyesen elfetted, hogy nem is lehet látni, hogy ezek... Igen, ezzel a kis úgynevezett párnamohával, ami egyébként én azért is nagyon szeretek és szoktam ajánlani, mert megtartja a nedvességet, tehát nagyon jól megtartja a nedvességet, és csak egy kicsit kell fújkodni. Ezzel a spriccelővel. És ilyen benti körülmények között is megtartja a frissességét viszonylag sokáig, tehát hogy nem kezd el száradni, mert nem nagyon meleg neki a benti levegő? De természetesen szárad, és ezért is ajánlom azt mindig ezt a spriccelést. Igen, és akkor megtartja a színét is, és a nedvességét nagyon is. Nagyon jó ez a zsinór is, amit használtál, és igen, vékonyabb is, mert közben ez is elkészült. Igen, fölkerültek a madárkákat, ezt a zsinórt. Élővirág? Nem, ezek nem élővirágokat tette be? Nem, ezt most művirággal csináltam, de egyébként természetesen ugyanúgy meg lehet oldani. Mert gyorsan elszáradna, is. Igen, mert ez tartósabb, azért húsvét az nem most lesz, tehát ez addig nagyon szépen megtart. Igen. És ott van a kis tollacska. Igen, a tollas, igen, azt ott láttuk. Nagyon, nagyon szép. Nagyon jól néznek ki. Nagyon kellemes. Még belerakom ezt a kis korálpáfrányt. Korálpáfrányt bele, és okay. Köszönjük szépen. Igazán hogy ilyen szépeket csináltál. Nagyon köszönjük, Csilla, mert tényleg gyönyörűek. Inspiráltad a nézőinket.